A kiállítás központi műve ez a monumentális festmény, amit a művész a 2020-as életmű kiállítása után adományozott a múzeumnak. Sean Scully Kibefordítva című képét kifejezetten a budapesti tárlatra dolgozta át. A kép alapja a street art világát idéző szórópisztollyal fújt felület, amiben képzeletbeli alakok vannak beágyazva. Ezek a festett képelemek nem illenek a nagy egészbe. A festészetében Scully az összenemillő minőségeket társítja, ami több társadalmi kérdéssel is összefügg. A nem illeszkedéseknek a játéka figyelhető meg ezeken a képeken, ami összefügg persze olyan kérdésekkel is, mint az elmozdítás, az úton lét, akár fogalmazhatunk úgy is, hogy a migráció, a kép elemek elmozdítása, ami egyik oldalról összefügg persze olyan művészettörténeti hagyományokkal, mint a minimál artban a displacement, tehát az elmozdítás gondolata, másik oldalról mindez egzisztenciális tapasztalatokkal is párosul. Mit jelent illeszkedni, mit jelent nem illeszkedni, hogyan alkotnak az egymáshoz nem illő elemek egy heterogén egységet. Látható még a kiállításon két akvatinta sorozat. A tájvonalak minden egyes képe egy színtónust mutat meg, amelyeken a színfoltok összeolvadása figyelhető meg. Lényegében itt tájábrázolásokról van szó. A tájvonal nem más, mint a horizontvonal. A horizontvonal, ami ugyanakkor feloldódik a táj különböző térsíkjai között, mint egyfajta derengő látvány, ami úgy vonal, hogy közben mégsem megragadható tisztán vonalként. Inkább a vonal érzete, a határ érzete, de a határ érzetének az elmosódása az, ami eseményként megjelenik. Ezek a ceruza rajzok Scully legújabb képei, de a kiállítás része még egy 50 darabos iPhone sorozat is, amelyek virtuális rajzként születtek meg. Elemei különböző kompozíciók mégis dinamikus egységgé állnak össze. Scully motivum építésének a különböző változatait, válfajait, Scully alkotói eljárás sának a folyamatait követhetjük végig, mégis az egész valami módon egy nagyon dinamikus egységé áll össze. A képek nagyon izgalmas áttekintést nyújtanak Scully különböző motívumaiból, tükrözik Scully művészetének mediális sokféleségét. A tárlat egészen szeptember 1-jéig látogatható.